Sziasztok! Lassan 14 éve, hogy ide költöztünk, kertes házba. Hát én 14 évvel ezelőtt körbeültettem szinte az egész területet tujákkal, smaragdtujákkal. Most már látom, hogy mennyire rossz döntés volt, és már évekkel ezelőtt, körülbelül 3-4 évvel ezelőtt elkezdtük kiszedni ezeket a növényeket. Ugye mindenki tudja, hogy most már a tujaszú megtámadja őket, rengeteg betegség van, ami ugye elkaphatja ezeket a növényeket. Az ágak elszáradnak, elsárgulnak, nagyon csúnyák lesznek. És ott tartunk most, hogy már csak ezen a szakaszon van egy pár tujánk, úgyhogy ezeket szeretnénk kiszedni a napokba. És mivel, hogy kézi erővel szedjük ki, ugyanígy látjátok, hogy én már elkezdtem beültetni ezeket az ágyásokat is növényekkel, ide gép nem tud bejönni. Én azt szoktam ilyenkor csinálni, ezeket az ágakat én szépen levágom ilyenkor, és utána mennek az ágdarálóba, ledarálom, és visszahasznosítom a kertembe, szóval ugyanúgy mulcsozok vele, mint bármi mással, és akkor szépen újból egy hasznos dolog lesz belőle, szóval a talajtakarást fogja ez a növénynek a maradványa ugye elvégezni. Úgyhogy én ilyenkor levágom, és azért is vágom le egyébként, mert sokkal könnyebben férünk hozzá a növényhez, utána jön a párom, kiássa, vagy pedig alulról a gyökér fölött is elég egyébként a növényt kivágni, és utána ezeket az ágakat mindet vihetem az ágdarálóhoz. Úgyhogy én ilyenkor végigmegyek a növényen, amit tudok, levágok róla, ledarálom őket, és utána pedig, hogyha már kiszedtük a növényt, persze ültetek helyettük mást. A kertem felső szakaszába végig bokrokat ültettem, örökzöldeket ültettem, és nektek is azt tanácsolom, hogy minél több színes bokrot, és minél fajtadúsabb bokrokat ültessetek, szóval ne csak egyfajta növény legyen a kertetekben, hanem minél több fajta növényt ültettek, ugye, annál kevesebb esélye van annak, hogy megint megtámad egy betegség, megint jön egy újfajta betegség hozzánk, és mondjuk akkor nem csak egy növényt kell kiszedni, hanem egy egész sort. Úgyhogy azért vannak hibák a kertben, vannak olyan dolgok, amiket ugye megbántam, nem tanultam a kertészkedést, mint ahogy tudjátok, hobbi kertészként csináltam ezt, és hosszabb kertészként dolgozom itt a kertembe. A mai napig vétek el hibákat, és egyébként ezekből tanulok, úgyhogy nem bánom, hogy ez így történt, nem tehetek róla, mindenhol ez megtörténik, és most megmutatom nektek, hogy én mit szoktam ilyenkor csinálni. Pillanatok alatt vissza lehet vágni ezt a növényt, le lehet róla vágni a zöld ágakat, és akkor utána ugye meg újból felhasznosítom. Látjátok, hogy ilyen, nagyon-nagyon csúnya, és ugye az egész növényen látjátok, hogy mennyire csúnyák ezek az ágak. Most ezeket csak félredobálom. És ugye, ha ezeket levágom, sokkal könnyebben fogjuk majd kiásni. Na, végeztem is vele. Szóval tényleg pár perc alatt megvolt. Felesleges őket permetezni. Higgyétek el nekem, nem értek vele el semmit. Nagyon sokan még mindig kitisztítják ezeket a növényeket, próbálják életben tartani. Lehet, hogy még egy-két évig szép marad a kertükbe, és permetezik. Szóval én azt mondom, hogy én ezeket a dolgokat már teljesen elfelejtettem, most már több éve nem volt permetezés a kertembe. Teljesen felesleges, mert nem ellenálló most már. És a másik, amit még tudnotok kell arról, hogy ugye itt a klímaváltozás a nyakunkon, minél melegebb időjárások vannak, ezeket a növényeket nem ide találták ki. Akkor, amikor ültettük, ugye akkor még ezekkel a dolgokkal nem voltunk tisztában, és még nem volt ilyen időjárás se, és rengeteg gombás betegség is elkaphatja őket, pont azért, mert leépül az immunrendszerük, és nagyon gyengék lesznek. De köszönöm szépen, hogy megnéztétek, ezt most kiássuk, és a többi anyag pedig, amit itt láttok, megy minden a darálóba. Sziasztok!